Készítek ma nektek egy finom gyrosz ételt, a gyrosz salátával és rizssel fogom majd tálalni. Nagyon egyszerű, könnyen elkészíthető és tökéletesen beilleszthető a fitness életmódba, úgyhogy ha szeretnéd ezt a receptet megtekinteni, akkor maradj el velem. A gyrosz elkészítéséhez én csirke combfilét aprítottam fel, illetve használok hozzá vegyesen egy kisebb fej hagymát és 2-3 gerezd fokhagymát, amit szintén aprítottam. Használok hozzá egy olyan gyrosz fűszerkeveréket, ami mindenféle adaléktól és tartósítószertől mentes. Ezt meg tudjátok vásárolni, szerintem majd, hogy nem minden szupermarketbe, most nem mondom ki a boltoknak a neveit, nagyjából mindenhol elérhető, egy nagy márkához köthető, aki fűszereket forgalmaz, úgyhogy biztos, hogy meg fogod találni gyrosz fűszer néven. Illetve én barna rizst főztem ki hozzá, ezt el is készítettem, valamint majd hozzá fogok rakni egy kevés salátát, és olívaolajjal lehet dolgozni még mellette, nekem most tök magolajom van otthon. Többször próbáltam mostanában a húsételekhez, és nagyon kellemes ízt ad, úgyhogy ha neked nincs rá allergiád, akkor érdemes azzal elkészíteni. A művelethez más dolgod nincsen, mint hogy az összetevőket jól elkevert. Először hozzáadom ugye a hagymát, rászórom a fűszert, elkeverem. A mennyiség a húsból, amit használtam, az 450 g-nyi. Maga a fűszersóból egy jó púpozott tevőkanálnyit keverek hozzá. Elég intenzív íze van, és ugye még a hagyma az még pluszba ezt fogja fokozni. Meglocsoljuk az otthon lévő olajjal. Ahogy mondtam, ez lehet olívaolaj is, vagy tökmagolaj. A tökmagolaj az egy kicsit ilyen mélyebb zöld szint ad az ételnek, de mondom, nagyon-nagyon kellemes ízvilág. Jól összekeverem, és hagyom állni egy 10 perc erejéig, utána pedig serpenyőben szépen lepirítjuk. A gyroszhoz a szószt én úgy készítem el, hogy a csípős az értelemszerűen, amit megvásárolsz, azt fel lehet használni, vagy egy csípős paprikát raksz rá, de én inkább azt gondolom, hogy aki szereti a csípőset, akkor az inkább valami szószféleséget vásárol, vagy készít el otthon magának. Én nem fogyasztok csípőset, ebből adódóan nem használok hozzá. Viszont a joghurtos része, vagy ez a fehér szósz része, ez nálam joghurtból készül, ami 1,5%-os, szintén elérhető, tehát beszerezhető a boltokban. Ebből egy 3-4 evőkanálnyit fogok ehhez a hús mennyiséghez elkészíteni, tehát belerakok 3-4 evőkanálnyi joghurtot egy tálba, egy kávéskanálnyi fokhagymagranulátumot fogok hozzáadni, egy fél kávéskanálnyi oregánot, és szintén egy kávéskanálnyi sót. Ezt elkeverem, és a fehér szósz az el is készült, amint látod, pillanatok alatt megvan, nem kell vele babrálni. És ahogy mondtam, kifőztem a rizst, én most gyors rizssel dolgoztam, és hát ugye az utasításoknak megfelelően elkészítettem a rizst, és ez lesz majd a köret, valamint használhatunk ugye vágott fejes salátát, lehet hozzá uborkát használni, és akkor így össze is fog állni a finom gyrosz. Amit most ugye kiiktatunk, az magának a pitának, vagy tortillának a fogyasztása, de ma már azért elkészíthető, vagy kapható teljes kérlés változat is. Ha már a rizst alkalmaztam, akkor értelemszerűen én már pitát vagy tortillát nem tennék az étel mellé. És akkor süssük ki a húsit. Egy serpenyőben dolgozunk, plusz olajat nem használunk, mert van elegendő a húson, és egyszerűen csak le kell pirítanunk a húst. Amikor már eléggé forró a serpenyünk, akkor elöntjük a húsit. És viszonylag magas lángon fogjuk lepirítani. A húshoz egyébként nagyon nem kell hozzányúlni, szépen hagyjuk, hogy süljön. Fordítunk egyet a húsin. Thank you.
körülbelül egy negyed óra alatt szépen le lehet pirítani a húsit, nem kell teljesen kiszárítani a hús, legyen egy kis szatja, és mehet is rá akkor a tára. Az étel elkészült, ilyen jól néz ki, és ezt az ételt tényleg pipak össze lehet hozni, ráadásul olyan összetevőkből, amik támogatják a te diétádat. Úgyhogy, ha elnyerte a tetszésedet ez a videó, akkor csináld meg te is egyszer ezt a gyrosz receptet, és fogyaszd egészséggel. Köszönöm, hogy feliratkozol a csatornámra, szia, szép napot!